Nézzük is akkor meg a sütőipari termékeket. A liszt legnagyobb részét kenyérkészítésre, kisebb részét pékáruk gyártására használják fel. A sütőipari termékek magas szénhidrát tartalmú élelmiszerek. Legnagyobb része, vagy részben keményítőt, kisebb arányban rostot tartalmaznak. A liszből készült termékeket a bércsatorna által termelt emésztőnedv, hatására ugye megduzzannak, és jó illetve jó érzetét keltik. A liszt nem teljes értékűek, ezért állati eredetű élelmiszerekkel vagy szójával, gombával kedvezően ki lehet egészíteni. Sütőipari termékek a kenyérfélék, a sütőipari fehér termékek, azaz a péksütemények és a morzsák. Beszéljünk is akkor a kenyerekről. A kenyerek a legnagyobb mennyiségben gyártott sütőipari termékek. Kenyérlészből készülnek vízzel, sóval, élesztős lazítással. Hazánkban lényegesen több kenyér fogy, mint Európa más országaiban. Alapanyagként elsősorban búzalisztot használnak a kenyérkészítéshez. Az egészséges táplálkozás előtérbe kerülésével egyre nagyobb arányban jelennek meg Magyarországon is a különböző rostanyagban és ásványi sóban gazdagabb búzakorpák, illetve rozslisztet tartalmazó kenyérfajták, illetve sokféle járulékos anyaggal növelik értéküket. A só ízesíti a kenyértésztát és elősegíti a kenyér duzzadását. Az élesztő növeli a kenyerek tápértékét, illetve enzémjeivel indítja az alkoholos erjedést a kenyértésztában. A kenyeret lisztből, vízből, sóból és járulékos anyagból élesztős lazítással készítik. A liszthez hozzáadott víz hatására a sikérképző fehérjék eredeti térfogatuk többszörösére duzzadnak, és nyújtható sikérvázat adnak. Ez a váz az élesztő által előidézett alkoholos eredéskor keletkező szindioxid gázt buborékok formájában tartja vissza. A tészta sütésének kezdetekor a tészta térfogata a gázok hő hatására történő kitérjedése miatt megnövekszik. Kisebb a kicsapódó sikér, illetve sikér, elveszíti eredeti nyújthatóságát és megszilárdul végül. A keményítő szemcsék Elcsirizednek, kialakul a kenyérbél. A tészta felszínén a keményítő vízben oldható dextrinné alakul, majd hőhatására hatására a cukrok karamelizálódnak. A felületi rétegben pörzsanyagok keletkeznek, ezt nevezzük kenyérhéjnak. A kenyerek táplálkozás tani értéke a kenyerek táplálkozástani értéke a felhasznált liszből és hozzáadott járulékos anyagoktól függ. A barna kenyerek rostanyaga tartalmuk miatt nehezebben emészhetőek, ugyanakkor több ásványanyagot és B-vitamint tartalmaznak. A kenyérlisztek rostanyaga, illetve rostanyag tartalma növelhető, a feltárt búzakorpa és a zsírtalanított búzacsire hozzáadásával. Az ilyen lisztből készült kenyér ballasztanyaga tartalma magasabb lesz, az energiaértéke viszont csökken. A kenyereket leggyakrabban a felhasznált lisztek típusai alapján csoportosíthatjuk. Vannak a búza Vannak a teljes kiörlésű lisztből készült kenyerek és vannak a tönköly búzából készült fehér kenyerek, vannak még rózs és euh, rozsos kenyerek, vannak tartós kenyerek, vannak kétszer sültek, és vannak a különleges kenyerek. Akkor most kezdjük is el a búzakenyerektől. Búzakenyerek korpatartalmukban és adalékanyagaikban különböznek. A fehér kenyerek csak búzalízből készülnek, a barna kenyerek korpatartalma magasabb. A férbarna kenyerek malátával vagy kakóval vannak megszínezve. A friss fehér kenyér héja fényes, cserepes, ropogós, sárgás barna, a bélzett lágy rugalmas szerkezetű. A kenyereket fél kilótól három kilós nagyságban sokféle alakban készítik. Például molnár kenyér, Kocsma kenyér, Cipó, Francia kenyér, formában sült kenyér. A búzanykenyereknél kenyereknél sütés után 8-10 órával már jelentkeznek az öregedés jelei. Tehát a kenyereknél 8-10 óra múlva már öregszik. Vannak még teljes kiörlésű lisztből készült kenyerek, ugye több helyi részt tartalmaznak, magasabb a korpa tartalmuk, ezért biológiailag értékesebbek. A teljes kiörlésű liszt azt jelenti, hogy a gabona szemet őrléskor hiával együtt őrlik meg. Így az értékes rostanyagok, B-vitaminok, ásványi anyagok, kálcium, kálium, foszfor, magnézium a liszben maradnak a teljes kiörlésű lisztből készült kenyerek bélzete barnás színű, héjuk sötét barna. Dúsító anyagként különféle gabonaszemek, szezámmag, lenmag kerülhet akár a bélzetbe, akár a kenyerhely felületére. Tönköly búzából fehér és teljes kiörlésű kenyeret is készítenek. Táplálkozástanilag a tönköly búza értékes élelmiszerforrás, hiszen több fehérjét és eszenciális aminósavat tartalmaz. Különböző biotermékek készítésére is alkalmas, mert a talajból nem szívja fel a vegyszereket. Rozs és roskenyerek. Rozs és a búzalizből készülnek, mivel a ross fehérjé nem képeznek sikert, ezért tisztán búzaliszból nem készítenek kenyeret, csak búzaliszt keverve. Jellegzetes ízesítő anyaga ugye a köménymag. Roskenyérnek az 50%-nál nagyobb tartalmú kenyeret nevezik. Tehát rózskenyér az, ha 50 százaléknál nagyobb a rozs tartalma, akkor nevezzük rózskenyérnek. Ami viszont ennél kevesebb százalékot tartalmaz, az meg a rozsos kenyér. Tehát roskenyér az, ha 50% felett van, ha az alatt van, akkor rozsos kenyér. Ugye bélszerkezőtük tömöttebb és sötétebb színűek, édesebb, savanykásabb ízűek, héjuk sima, nem cserepesedő és barna színű, jobban tarthatóak. Illetve jobban eltarthatóbbak. Nézzük is a tartós kenyereket hosszabb idejű eltartatóságát, rozsliszt és margarin hozzáadásával, valamint különféle adalékanyagokkal biztosítják. Tartósítószereket is alkalmazhatnak, mint szorbinsav vagy káciumpropionát, e a penészedéstől is védik a kenyeret. Tehát ezek a vegyületek, tehát mind a szorbinsabb, mint a kácium, propionát véd a penészedés ellen. A tartós kenyereket vízgőzzáró csomagolással értékesítik, mely késlelteti a kenyér öregedését és kiszáradását. Például szeletelt szendvicskenyér, szeletelt tószkenyér. Kétszer sültek. Ugye a kétszeresültek, ugye búza vagy rozslizből készülnek. kalácshoz hasonló tésztából, tartós kenyerekhez hasonlóan szintén hosszabb ideig eltartató termékek. Az első sütés után a terméket felszeletelik, és 10% alatti víztartalomig szárítják. Kímélő étrenden élők diétázók fogyaszthatják kenyér helyett. Ezek a kétszer sültek. Tehát a kétszer sülteket ajánlhatjuk a diétázóknak is. Különleges kenyerek is vannak. Tehát Graham kenyér. Egyébként a Graham lisztről, meg a Graham zsemléről az előző videókban már volt szó, úgyhogy aki gondolja, azt nyugodtan megnézheti. Úgyhogy most a Graham kenyéret érnék csak simán. Tehát a Graham kenyér alapanyaga nagy korpatartalmú liszt, magas hostartalommal. És egyébként a Graham kenyeret is szintén fogyaszthatják a diétázók. Illetve főként a cukorbetegeknek ajánlják a Graham kenyér. Illetve, bocsánat, elmondtam, mindjárt kijavítom. Tehát Tehát a Graham kenyér adható a cukorbetegeknek. Annak ajánljuk. Azon belül ugye vannak még ugye a kenyereken belül a levegő és búzakorpás kenyerek. Tehát ezek a szénhidrát szegény kenyerek, cukorbetegek is fogyaszthatják szintén. Tehát a búza, korpás kenyeret is fogyaszthatják a cukorbetegek. Úgy szintén a Graham-et. Graham, Graham Illetve vannak még gluténmentes kenyerek, kukorica vagy rizslizből készülnek. Vannak a szójás kenyerek, teljes értékű fehérért tartalmazó szójával készülnek. Lenmagvas kenyerek, emésztés, gyomor és bélműködés segítő kenyerek. Sószegény és nátriumszegény kenyerek, ugye vesebetegek és magas vérnyomásban szenvedő betegek részére vannak. Tehát a nátrium szegény kenyerek, a vesebetegek és a magas vérnyomásban szenvedő betegek részére. A kenyérbolti kezelése, raktározás, a kenyeret világos, jól szellőztethető és könnyen tisztán tartható helyiségben kell tárolni. Erőszagot árasztó anyagoktól védve, azoktól távol célszerű elhelyezni. Csomagolás Hagyományos és önkiszolgáló értékesítés esetén egyaránt a teljes felületét burkoló csomagolóanyagokban kötelező árusítani a kenyeret úgy, hogy a vásárló lehetőleg kézzel ne érinthesse az árut. A csomagolóanyag lehet papír, vagy PE, vagy polietilén zacskó. Páratartalom legkedvezőbb a 75-80%-os relatív páratartalom. Hőmérséklet ideális 15-20 fokos környezet. Tehát 75 és 80 os páratartalom ajánlott a kenyérféléknél, illetve 15 és 20 Celsius fok között érdemes őket tárolni tehát 75-80 os páratartalom a kenyérféléknek, illetve 15 és 20 fokos környezet, ami ideális nekik. Sütőipari fehér termékek A sütőipari fehér termékek hétköznapi nevükön a péksütemények alapanyagaik a finom liszt és a víz vagy a, tej. a tej. segédanyagaik a kenyérhez hasonlóan a sütélesztő és a só járulékos anyagaik nagyon változatosak, és ezért sokféle fajtájuk ismert. Leggyakrabban használt járulékos anyagok cukor, vaj vagy margalin. Tojás, túró, mák, dió, lekvár, gyümölcsíz, sajt, kakópor, csoportjai. Ugye vízes tésztából készült termékek járulékos anyagot nem tartalmaznak, Bél, bélzetük ugye laza, például vizes zsemle, vizes kifli, zsemlecipó, zsemlevekni, főt nagy zsemle. Teljes tészták. Víz helyett tejet használnak. Kevés cukrot és iradékot. Első a teljes zsemle, teljes kifli, császár zsemle, nagy kifli, fonott kalács, sós kifli, Kerek, mexikói, dúsított tészták. Több cukrot és több vajat tartalmaznak, helyük sötétebb színű. Például vajas kifli, sós rúd, kenyér, dúsított kifli, mincenti kalács. Tojással dúsított termékek. A tojáson kívül sok cukrot és, szín és zsiradékot tartalmaznak és édes ízűek. Foszlós bélszerkezetőek. Például finom kalács, briós, puffancs, kuglóf, lekváros bukla, bukta, túrós batyú és diós kiflé. Omlós tésztából, nehéz ö, vajas tésztából, más magyarán, sok benne a zsiradék, ilyennek például a bukták, piték, pozsonyi kifli, burkifli, vajas és tepertős pogácsa, diós, mákos tekercs. Leveles tésztából. 50%-os zsírtartalmúak, sós és édes változatban sokféle járulékos anyaggal, hajtogatással és nyújtással készülnek. Trioli rétes, túrostáska, lekvárostáska. Sütőipari, fehér termékek bolti kezelése, raktározás. A termékek közül a kifli és a zsemle ömlesztve műanyag rekeszbe érkezik a boltba, míg a többi kiszorítozva a tálcán. Elhelyezésüknél ügyelni kell arra, hogy az eladó térben kicsiny legyen a légmozgás, különben gyorsan kiszáradnak. Erőszagot árasztó anyagoktól védve azoktól távol célszerű elhelyezni csomagolás. A termékeket úgy kell fogyasztónak átadni, önkiszolgáló értékesítés során, pedig olyan csomagolóeszköz kell biztosítani, hogy az a termék teljes felületét fedje. Hőmérséklet. Ideális a 15 és a 20 fok. A péksütemények hamar rögednek, vízvesztés miatti száradás, és penészesedésre hajlamosak ezért a minőség megőrzési ideje rövidebb, mint a kenyérnek. Csak 48 óra. A péksütemények tárolása száraz hűvös napfénytől és idegen szagoktól mentes helyen történik. Csomagolás és a kenyérével azonos, a teljes felületet be kell csomagolni. Történhet csomagoló papírba, papírtasakba, nájlonzacskóba egyaránt. Szállítás sütőipari termékek zárt gépkocsiban, polcokon vagy műanyag szállíthatók, mindjárt mutatok egy ilyen műanyag Meg is van, tehát igazából ugyanaz a műanyag csak más színű. Tehát polcokon vagy műanyag szállíthatóak. Ugye a gépkocsiban a termékeken kívül más áru nem szállítható. A gépjármű és a szállító rekeszek folyamatos tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni kell, amely az üzemben tartó feladata. Tehát ezeket a rekeszeket és a gépkocsi hátulját, ahol ugye van a raktér, tisztán kell tartani. És ez az üzemben tartó feladata. Tehát egyébként a kifli és a semle is ilyen rekeszekbe érkezik ömlesztve. És nagyjából szerintem ennyit tudtam elmondani a sütőipari termékekről, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!